2011 márciusában a tavaszi napi egyenlőség napján avatták fel Székesfehérvár Csíkszeredával létrejött testvérvárosi szerződés szentesítő Székelykaput, ahol megkezdődött a Székely Szabadság napjának megemlékezés sorozata városunkban. A Maroshegyi szimbólumnál emlékeztek a székely vértanukra, s tettek hitet a székely és a magyar nép együvé tartozása mellett. A megemlékezés a Városháza dísztermében folytatódott. Szili Csaba, a megye önkormányzati képviselője megerősítette, a kapocs az összetartozás a két nép között. A Székely kapunál gyűltünk össze, mint ahogy tesszük ezt egyébként az autonómia napi rendezvényünkkor is, és arról beszéltünk, hogy jelképes ez az összefonódás, ami a székelység és a székes főváros, a magyar nemzet történelmi főváros a Székesfehérvár között van. Hiszen ők nem csak, hogy bárhol határvédelmi feladatokat láttak el, hanem a koronázó városnak a védelmét is, illetve a királyi vármegyének a védelmét is székelyek látták el. Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy mi itt Fehérváron és Fehér megyében kiemelten őrizzük a székely hagyományokat. Mi mindent kellett tenni a hétköznapokon azért, hogy egy ilyen megemlékezés valóságos legyen, valódi ünnep legyen az emlékezéssel egybekötve? Igen, azért is javítanék, nem ünnepelünk a mai napon, megemlékezünk, hiszen egy olyan történelmi eseményre emlékezünk, ami gyakorlatilag lehetne nevezni a székelység október 6-ájának, vagyis a szabadságharc utáni székely kiállásnak egy véres megtorlása következett, és erre emlékezünk ilyenkor március 10-én. Nagyon fontos, hogy mi hagyománytisztelő, hagyományőrző társadalmi szervezetek képviselői ilyenkor egy kicsit megálljunk, összefogjunk, összenézzünk, nagyon sok társadalmi szervezet vett részt ebben a szervezésben, és méltóképpen megemlékezzünk, úgy, hogy közben felhívjuk a figyelmet arra is, hogy nekünk, magyaroknak a Kárpát-medencében, határon innen is túl, közös feladatunk van, méghozzá az, hogy kiálljunk egymásért. Deák Lajosné köszöntőjében hangsúlyozta, hogy Székesfehérvár önkormányzata mindent megtesz a székely autonómiáért és identitásuk megőrzéséért. Március 10-e a Székely Szabadság napja. Nem csak a Szabadság napja, hanem a vértanokra is emlékezünk. 166 évvel ezelőtt székely mártírokat végeztek ki Marosvásárhelyen. Nagyon fontos, hogy a történelem a múltra is emlékezzünk, hiszen mint a mai napig is a székelyek egyetlen egy kívánságuk van, a kultúrájukat, az identitásokat megtartsák. A Székesfehérvár önkormányzata megtestesíti azt, amit tennünk kell egy ilyen megemlékezésen, megtestesíti azt, amit a elszakított nemzetrészekért tehetünk, és ebben óriási szerepe van önnek is. Igen, úgy érzem, minden magyar embernek egy olyan nemes szélét kell kijárni, mind a nemzetünk értékeit vallja. 2020 az összetartozás napja, az összetartozás éve, a magyar összetartozás éve. Nagyon fontos, hogy egységesek legyünk, erősek legyünk, és ezt az identitást meg is tartsuk. Milyen nemzetpolitikára van szükség ahhoz, hogy ez valósággá váljon? Nagyon fontos, ahogy említettem, nemzetrészeinkről beszélünk, az elszakított területről. Idestova 100 éve annak a szörnyű tragédiának, mint a magyarság megélt. Legyünk egységesek, álljunk ki a nemzetrészeinkért, és talán így is leszünk is, és így is tudunk erősek maradni. Juhász László a Székelybál megálmodójának és megvalósítójának szívügye a székely nép sorsa. Azt gondolom, hogy a nemzeti összetartozás évében, 2020-ban, 100 éve Trianon után nagyon fontos, milyen a rendezvényesemény, ami a magyar népre, a magyar múltunkra, a magyar sorsunkra hívja fel a figyelmet. Ez a Székely Szabadságnapi rendezvény, ez pont ilyen, hiszen nem csak minket itt az anyaországi magyarokat, hanem a határon túl, és nem csak Székelyföld, hanem Kárpátalja, Délvidék, vagy akár Felvidéken is magyarok 10%-ét ért a vegzálás az elmúlt évszázadban, és azt gondolom, hogy egyúttal rájuk is emlékezünk. Közéleti szereplőként és emberként is nagyon sokat teszel azért, hogy ez az együvét tartozás megjelenjen a hétköznapokon is. Igen, szívügyem lett ez a dolog. Az elmúlt két évtizedben
egyre több olyan impulzust kaptam, egyre több olyan barátság köttetett határon túl és innen, akiknek ugyanolyan fontos volt a magyarság sorsa, mint nekem, és ők is erősítenek meg engem, úgyhogy erőt ad az, hogy sokan gondolkodnak úgy, mint én, és így tudunk nagyon jó emelkedett rendezvényeket szervezni, mint például lesz a mai is. Székesfehérvár számára nagyon fontos a Székelybál, amely megjeleníti mindazt, amiről az imént beszéltünk. Így van, hiszen sok határon túli utazásomkor felmerült az ötlet, hogy mit lehetne még tenni érte, és úgy tenni, hogy itt a szülővárosom, a ősi koronázó városban is minél többen halljanak és tudjanak az elszakított országrészekről, és ez adta az apropót, hogy egy jótékonysági Székelybált szervezünk, aminek mindig van egy jótékonysági célja Székelyföldre, egy Kárpátaljára, és mindig egy érvényesül itt Székesfehérváron is. Vasalt paták csattognak a kavicsos parton. Két székely lovas jő, két pár lóval a vízre. Egyből le harisnyi az inget, s már benne csopognak. A víz hamar az állatok szügyéig ér föl. Sodorná is őket, de szorulnak a térdek, s működnek a sarkak, fordulást követel. Bor Ferenc a Fejér Szövetség képviseletében emlékezett meg a másfél évszázada történt sors tragédiájára, amely máig ható fájdalmat jelent minden hazájáért tenni akaró embernek. 166 évvel ezelőtt végezték ki Marosvásárhelyen a postaréten a székely vértanúkat, a magféle összeesküvés tagjait. Földműveseket, ügyvédeket, birtokosokat. A szabadságvágy él a székely nemzetben, hiszen székely nemzetről kell beszélnünk, akik Trianon óta egy tömbben megmaradva több mint 700 ezeren a mai napig is élnek a Kárpátok keleti és déli csücskében. Székelyföld autonómiájáért küzd minden magyar és minden székely, és ezért hirdettük meg a Székely Szabadság napi össztársadalmi rendezvényt is. Itt most már a díszteremben, nem csak a Székely kapuban, ami a testvérvárosi szerződés szentesítette meg. Ez a megemlékezés mennyit segít abban, hogy az aláírásgyűjtés is kicsit gyorsabb legyen? Rengeteget, főleg azzal, hogy a híradások meg fognak jelenni, ezeket továbbítani tudjuk. És hát a Fejér megyei közgyűlés is, és Székesfehérvár városi közgyűlése is elfogadta a javaslatunkat, hogy a közintézményekben is induljon meg az aláírásgyűjtésnek a propagálása, hiszen 200 ezer aláírásnál tartunk, és 1 millióra van szükség. Tehát itt május 7-éig még 800 ezer aláírást kell összegyűjteni, ebben a magyar tömb tud a legtöbbet segíteni a székelyeknek. Mit tett ezért Székesfehérvár, mit tett ezért Fejér megye, és mit tettnek azok a civil szervezetek, amelyek már évtizedek óta elkötelezték magukat Erdély a Székely Szabadság mellett? Hát először kezdeném talán a civil szervezetekkel. Mi meghirdettük ebben az évben, és ez szerencsére most még a határidő elé esik, két rendezvényünket is. Ez a mai is segít ebben, hiszen nagyon sokakat elért most, ami eddig nem ért el hozzájuk a hír, hogy itt szükség van a helytállásra. A másik pedig hát a Székely Bál, ami most már egy bevált rendezvénye Székesfehérvárnak, a megyei jogú város önkormányzati támogatásával közösen rendezett bál is. Ezek az események március 15-e, majd március 21-én a Székelykapu állításának 8. évfordulóján egy vértes emléktúrán veszünk részt. Ez is segíti mindenkinek, föl tudjuk hívni a figyelmét. És a megyei jogú város pedig elfogadta, hogy aláírásgyűjtést fog szorgalmazni az intézményekben, minden rendezvényén, ahol lehet, megemlíti a Székely petíció aláírásának szükségességét. Kónyi Kis Botond a ma fiatalsága feladatának tekinti, hogy felemeljék szavukat a feledés ellen, és ne engedjék eltántorítani a székely népet autonómia törekvésüktől. Ugye, hogy a mai fiatalság mit tud tenni, az tökéletesen mutatja az az óriási jelentőségű példamutatás, amit Székesfehérvár városában most már több ízben, több év után ismét tapasztalunk. A mi feladatunk fiataloké és civileké, a társadalmi erőé az a feladat, hogy megfogalmazzuk azokat a törekvéseket, amiknek hangot kell adni egy országnak. Így például a Székely Szabadság napja, ugyebár a székely vértanúkra való megemlékezés mellett a székely autonómia törekvéseket követelésnek is a napja. Ezt mi hosszú-hosszú éves együttműködés során fehérvári civilek megfogalmaztuk, ezt a törekvést, mellé álltunk, felkaroltuk az ügyet,
és hála Istennek Székesfehérvár önkormányzata úgy gondolta, hogy ez a társadalmi erő, ez támogatásra méltó, mellé állt, és immár most már sok éve közösen szervezzük ezt a Székelyszabadság napját, idén pedig itt vagyunk a Városháza dísztermében, ami egy jel, egy jelzés az egész Kárpát-medencének, az egész országnak, hogy a nemzet fővárosa, a nemzettörténelmi fővárosa, az egyik legkiemelkedőbb megyéjogú város az élére áll ennek a kezdeményezésnek, a székely autonómiának, a székely önrendelkezés elérésének. Most a róna nyár tüzébe ring a déliba, tüzek gyúlnak, takít a fény, ragyog a világ. Dombok ormai, érik már a bor, valamennyi vénakát van mennyasszony csokor. Zöld a ranya pázsit, sermekék, ezüst a tó. Csöndesében halkan mesél a tárogató. Az emléknap vendégei között ott volt egy született Gyergyó remetei hölgy is, aki szívhez szóló szavakkal emlékezett otthonára és tett hitet a székelyek mellett. Én egy született székelylány vagyok, Gyergyó remetén születtem, és ez nekem nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy ne csak hogy szóban, nem csak szóban, hanem cselekedettel is. Igenis, ki kell állni a székely testvéreinkért. Habár én már 30 éve Székesfehérváron élek, illetve Lovasberénybe költöztünk, de a szívem az, tehát elköltöztem onnan, de a szívem az még mindig otthon van, tehát kettős életet élek. Otthon is vagyok, és itt is vagyok. És ez nagyon fontos, ez a székely szabadság, mert tudjuk azt, hogy a mai napig is nagyon-nagyon-nagyon sok nehézséggel küzdenek otthon a mi testvéreink. Itt mi könnyen vagyunk, hogy itt magyarok lehetünk. De otthon nekik még a mai napig is mindig csak küzdelem és küzdelem az életük, hogy meg kell küzdeni a magyarságukért, meg kell küzdeni azért, hogy ők hitükbe is megmaradhassanak székely embernek, és hűek lehessenek a szülőföldjükhöz és az egész anyaországhoz, hogy hűek maradhassanak. Egy ilyen megemlékezés mennyit segít ebben? Szerintem ezek a megemlékezések, ezek nagyon-nagyon fontosak. És főleg, hogy egy ilyen csodálatos városban, hogy ennyi ember összejön, és ilyen sok embert érdekel, és hogy velünk vannak. Ez nagyon fontos, hogy ők tudják igenis, hogy őket mi nem hagytuk el, és nem hagyjuk cserben őket. Velük vagyunk, szívbe, lélekbe, mindenhogyan. És érzik is, és tudják, mert amikor hazamegyünk, az én férjem született székesfehérvári, amikor megyünk, mindig azt mondja, hogy megyünk haza. És amikor jövünk, újból mondja, hogy megyünk haza. Tehát nagyon fontos, hogy az én gyerekeim itt születtek, és úgy is neveltem őket, hogy félig széke, félig magyar. Nagyon fontos, és ők tudják, hogy nem nincsenek elhagyva. És már nem úgy jönnek Magyarországra, ahogy régen, amikor én jöttem. Nincsen már az a nem elfogadás. Én úgy érzem, hogy minket itt mindenki elfogadott, minket itt mindenki nagyon szeret, és büszke ránk is, fölnéznek ránk, én ezt érzem. És én is büszke vagyok, hogy itt élhetek, nagyon szeretem, és nálam ez nem megengedett, ez a mi hazánk, ez a mi országunk, ez a legszebb a világon, és én itt érzem jól magam, mert én itt vagyok itthon, most. Amikor hazamegyek, akkor otthon vagyok, otthon. Az emléknap keretében a résztvevőknek lehetőségük nyílt arra is, hogy aláírják a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés íveit.